elkészült 2011 egyik legnagyobb hazai beruházása Ócsán, a Nagyév cím Kft. Telephelyén. Az ország legkorszerűbb tűzihorgonyzó üzeme közel 6 milliárd forint értékű zöldmezős fejlesztésből részben uniós támogatással valósult meg. A kizárólag magyar tulajdonban lévő családi vállalkozás Magyarország legnagyobb és legfejlettebb csúcs technológiával működő tűzihorgonyzó bázisát hozta létre. 2011. évben 100 főnek tudnak munkahelyet biztosítani. A tervek szerint 2012-ig további 50 ember munkájára lesz szükség, így a beruházás szorosan illeszkedik a kormányzat gazdaságpolitikai célkitűzéseihez, a hazai munkahelyek bővítéséhez. Ez a vállalkozás is, bár most egy ünnepi alkalomból vagyunk itt az üzem avatása alkalmából, azért azt mindenkinek tudnia kell, és a nézőknek is, hogy bizony már olyan 6-8 éve folyik ennek a üzemnek az előkészítése, és hogyha a tulajdonosokban meg a önkormányzatban nem lett volna kitartás, akkor ezt a dolgot már rég elfelejtették volna, de pontosan ennek a napnak az a legfontosabb üzenete, hogy sosem szabad feladni az álmainkat, mert hogyha kitartóan és összefogva dolgozunk érte, akkor meg tudjuk valósítani. Mennyi munka van abban, hogy ezek a beruházások itt Pest megyében telepedjenek le? Arra gondolok, hogy ha megnézzük a statisztikát, akkor Pest megyében van a legtöbb álláskereső. Hát ugye ez egy furcsa helyzet, hogy az összlakossághoz képest mégis alacsonyan van a munkanélkülieknek az arája, de azt azért tudni kell, hogy itt a földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan nagyon sokan szeretnének vállalkozást alapítani. Itt koncentrálódik az ország gazdaságának több mint egy harmada, a vállalkozásoknak majdnem a fele, 40%-a itt ezen a területen, Budapest és Pest megye területén működnek. És hát ez azért mindig is azt jelenti, hogy sokan szűnnek meg, és még többen próbálnak megtelepedni, ez egy ilyen világ. De én azt gondolom, hogy ezt a helyzetet nekünk inkább segíteni kell és kihasználni, semmint hogy azt mondjuk, hogy meg vagyunk elégedve a munkaerőpiaci helyzettel. Ócsaváros polgáraként hogyan értékeli, miért fontos ez a település életében, hogy ez a cég itt telepedett le? Hát elsősorban azért, mert új munkahelyeket és helyi iparüzési adóbevételt jelent a településnek, de hát azért itt is el kell mondani, hogy amikor egyáltalán szóba került az, hogy egy ilyen vállalkozást szeretne itt megtelepedni, akkor azért eléggé sok ellenkező és ellenzője is volt ennek a beruházásnak, mert az újtól mindig félnek az emberek. Gondoljunk csak itt a környéken jó néhány olyan vállalkozás próbál megtelepedni, amelyik első sorban heves ellenállásba ütközik az emberek jóvoltából. Aztán mint egy ilyen elkészült beruházás is tudja mutatni, hogy a környezetvédelemre, a por és veszélyes anyagterhelésre odafigyelő új beruházások, hogyha megtelepednek, akkor azok inkább segítséget tudnak jelenteni egy-egy településnek, és nem az ellen drukkereket próbálja meg erősíteni. Pest megye szempontjából, ha értékeljük, akkor mit lehet mondani, mennyire fontos, hogy minél több ilyen cég érezze otthon magát? Én azt gondolom, nagyon fontos. Ennek az országnak, Magyarországnak az egyik legnagyobb kitörési lehetősége pontosan az, hogyha minél több ember dolgozik, minél több embernek aktív és értelmes munkát lehet adni, és minél kevesebben vesznek részt a szociális segélyeken, vagy a segélyekből való élésben. Természetesen ők is, ha olyan helyzetben vannak, akkor megérdemlik ezt a dolgot, de minél előbb el kell odáig jutni, hogy minél több embernek aktív és értelmes munkát kell adni. Ebből a szempontból ez egy nagyon jó dolog, hiszen ez a vállalkozás, hogyha megnézzük, egy félkész terméket állít elő, hiszen ezeket a horganyzott berendezéseket valahol be fogják építeni, és ha ők nem dolgoznak, akkor ezeket a dolgokat nem lehet máshol beépíteni. Úgyhogy ezek egymásra épülő kérdések, mindig azt is meg kell nézni, hogy a nagy egészben hogyan tudnak ők hozzájárulni, és én azt hiszem, ez egy fontos terület mindenképpen ennek az országnak és Pest megyének is fontos ez a vállalkozás.
A tűzi horganyzással, ipari járdarácsok és acélszerkezetek gyártásával foglalkozó, dinamikusan fejlődő, kizárólag magyar tulajdonban lévő Nagév vállalatcsoport túlnyomó részben saját erőforrásai felhasználásával építette meg Magyarország legnagyobb tűzi horganyzó üzemét az ország közepén. A több mint 5 milliárd forintos zöldmezős beruházás átadása után az építőiparban használt legnagyobb szerkezetek szinte örökös rózsda elleni védelmét várakozás nélkül a legkorszerűbb automata rendszer segítségével, környezetbarát módszerekkel tudják kielégíteni. Előre menekültünk, hogy versenyben maradhassunk. Ezt a stratégiát követi 20 éve a ma 6 tagvállalatból álló, főként tűzihorganyzással, ipari járdarácsokkal és acélszerkezetek gyártásával foglalkozó Nagév csoport tulajdonosa Nagy Antal János. A szempontjaim már a kezdetekor az volt, hogy építsük egy olyan üzemet, amelyik azokat a szerkezeteket is le tudjuk horganyozni, amit ma Magyarországon nem volt eddig lehetséges, tehát a nagyméretű szerkezeteket. A következő az volt ismerve a környezetvédelmet, meg jó magam is környezettudatosan gondolkodom, hogy olyan üzemet építsünk, amelyik a legkörnyezetbarátabb és a legnagyobb környezetvédelmi berendezéseket is magába foglalja. Ezt is sikerült megvalósítanunk. Hát a harmadik nagyon fontos szempont volt, hogy jó helyen legyen. Hát mondanom sem kell, hogy ezt is sikerült, hisz Magyarország közepéhez néhány kilométerre egy igen-igen fontos forgalmi csomópontban sikerült az üzemet megépíteni, tehát összejött a legnagyobb, a legjobb és a legjobb helyen. A jövő. Hát lehet látni, hogy azért egy 20 hektáros területen vagyunk, amiből még csak 4 hektárt foglaltunk el. A jövőnk az, hogy ezt a területet belakjuk. Semmilyen körülmények között nincs szándékunk, hogy majd ide befogadunk valakit, meg hogy majd ebből a területből eladunk. Azt most tudom mondani mindenkinek, garantálom a családomnak is, hogy ez az üzem ez mindig is a Nagév tulajdonában, a nagycsalád tulajdonában maradt, és ezt mibe fogjuk lakni. Gyártással fogjuk belakni, fogunk olyanokat gyártani, egyéb dolgokat, utcabútorokat, vagy olyat, amit a kereskedelemben, az önkormányzatoknál jól tudunk értékesíteni. Egy dolgot viszont megígérek. Sosem akarok a vevőim versenytársa lenni. Sose akarok kilépni a nagy acél szerkezetgyártó piacra, és nem akarok versenyezni a vevőimmel. A mi küldetésünk, hogy ki akarjuk szolgálni a tisztelt vevőinket, nagyon jó minőségű tűzorganizással, nagyon jó minőségű járdarácssal, mint ahogy ezt már tesszük közel 20 éve, és ez a küldetésünk ezután is megmaradt, tehát nem kell félni, ha az acélszerkezetgyártónk, vagy hónapon majd itt egy nagy acélszerkezetgyártó komplexumot fel fogunk építeni, mert mi a vevőinket akarjuk kiszolgálni. Az átadó ünnepségen dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a megvalósult beruházás bizonyítja azt, hogy együtt képesek vagyunk a sikerre, együtt képesek vagyunk minden tervet sikerre vinni. Átadta a miniszterelnök Orbán Viktor üzenetét is, aki a későbbiekben személyesen is szeretné meglátogatni a gyárat, hiszen ezek a fejlesztések azok, amelyekre az erős Magyarországnak is szüksége van. A magyar kormány gazdaságfejlesztési programja választ ad az ország előtt álló kihívásokra, és hosszú távon fenntartható növekedést biztosít. A továbbiakban kiemelte, hogy a régió támogatását élvező beruházás már induláskor majdnem 100 új munkahelyet teremt a térségben, és az erős és elismert magyar vállalat további fejlesztésekre irányuló tervei a megvalósulás esetén újabb családok megélhetését biztosítják majd. Ne feledjük az üzenetet. Együtt képesek vagyunk változtatni. Együtt képesek vagyunk a sikerre, és együtt képesek vagyunk sikerre vinni minden tervet. Minden olyan tervet, amely garantálja, hogy szeretett városunk ott legyen a térképen, az életerős, sikerre ítélt települések között. Azok között, akik képesek munkát és megbecsülést biztosítani minden egyes embernek. Ne felejtsük az üzenetet, együtt képesek vagyunk rá. És akkor mi is részesei lehetünk ennek a sikernek. Ez a beruházás egy fordulópont, mert megmutatja, hogy a családi vállalkozásokban rejlő konokerő és a makacs kitartás mire képes. Az emberek tettei és erőfeszítései mire képesek. Az olyan emberek teljesítménye, akik nem fogadják el, hogy mások döntsenek helyettük,
hanem maguk akarják formálni a világot és a saját életüket. Mégpedig olyanra akarják formálni, amelyben érdemes élni és dolgozni. És ezért képesek arra, hogy vállalják a kemény és néha sokszor kilátástalannak tűnő munkát is. A mai nap egy lépés azon az úton, amelytől kis közösségünk, de mondhatjuk, az egész ország jövője is függ. És mostantól mondhatjuk, együtt folytatjuk ezt az utat, együtt a Nagév, együtt a város és együtt az ország. Mert csak így lehetünk sikeresek. Mert mostantól a sorsunk is közös. Mostantól egymás ellenében és egymás rovására nem nyerhetünk. Csak együtt. Ezért más ez a terv és ezért más ez a vállalkozás, mint azok, amelyik az elmúlt időszakban sötét erdőbe vitték Magyarországot, és évtizedek eredményeit tették tönkre néhány pillanat alatt. Most arra kérek mindenkit, hogy ne felejtsük el ezt a keserves leckét. Mi itt Ócsán a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy ez mit jelent. A mi felelősségünk tehát az, hogy tanuljunk a hibákból, és hogy elmondjuk minél több embernek. Éppen azért, és éppen akkor, amikor egy új lehetőséget ünnepelünk, mindenki értse a különbséget helyes és helytelen között. Különösen most, amikor Magyarország újjászervezése megkezdődött, amikor visszaadhattuk a vállalkozások és a munka, a közösségek becsületét, és mindenki, minden egyes magyar közösség készül a változásra, az újrakezdésre, és éhes a sikerre, arra, hogy ez a vidék, a Kárpátok medencéje, Európa növekedésének egyik motorja legyen. Ezért nem engedhetünk meg több kudarcot magunknak. Ilyen tisztelt, egybegyűltek kedves barátaim! I. és Gyula ezekre a problémákra egy mondatot írt le, amit szeretnék önökkel megosztani. A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol. A Nagév története legyen példa, hogy milyen erő van e szavak mögött, hogy a gyökereink azok, amelyikből ágak sarjadnak, a felelősségvállalás, a kölcsönös bizalom, a közös jövő ígérete. A gyökereink azok, amelyek állandó megújulásaink forrásai. A gyökerek jelentik a kapcsolatot az édes anyafölddel, amelyből erőnket meríthetjük. Ahogy a mai nap is egy megkülönböztető erejű. Talán a technológia miatt, talán a kapacitások mérete és teljesítménye miatt. De leginkább talán azért, mert egy olyan szándék hozta létre, amely évtizedek örökségéből született, több mint 20 évnyi vállalkozás tapasztalatára épít, és ami éppen ezért elég bátor volt ahhoz, hogy újra gondoljon mindent. Ez az oka, amiért mindenki összetudott fogni és támogatni tudta a tervet. Az értékteremtés képességét. Köszönöm a tulajdonosoknak, a cégvezetőknek, hogy vállalták a megméretetést, és köszönöm a város képviselőinek, alpolgármester úrnak ezeket az erőfeszítéseket. Köszönöm mindenkinek a segítségét, ez egy példamutató együttműködés, így vált lehetővé az, hogy az üzenetet ne felejtsük, együtt képesek vagyunk változtatni. A Nagév Cím Kft. A munkahelyek betöltésénél külön tekintettel volt arra, hogy elsősorban a településen és közvetlen vonzás körzetében Ócsa, Alsópakony, Felsőpakony, Gyál településein élő munkakeresőket részesítse előnyben. A munkakörök a jellegükből adódóan tucatnyi számban nyújtanak munkalehetőséget női és roma munkavállalóknak egyaránt. A közel 6 milliárdos beruházáshoz szükséges hitelt a Magyar Fejlesztési Bank adta. Emellett több mint 320 millió forintot nyert a cég uniós pályázaton. Az építkezés jogi hátterét biztosító ügyvédi iroda vezető jogásza, dr. Nagy Judit avató beszédében kiemelte, hogy a közismerten szigorú és
hosszú hazai környezetvédelmi engedélyezési folyamat, valamint a pénzügyi válság miatt 4 évig tartó beruházás kínálati piacot teremtett Magyarországon, ami minőségi változást hoz ebben az ágazatban. Engedjék meg, hogy megköszönjem még egyszer mindazoknak, akik segítettek engem, a vállalatcsoportot abban, hogy most itt állhatunk ebben a készüzemcsarnokban. A beruházás 4 évig tartott, de bevallom őszintén, egészen 2 hónappal ezelőttig még nem tudtam, hogy mikor mondhatom el ezeket a megnyugtató szavakat. Utólag visszagondolva, azonban egyszer se vetődött fel bennem kétség az iránt, hogy egyszer el fog jönni ez a pillanat. A legfőbb érdem mégis édesapámé. Tapsoljuk őt meg még egyszer. Édesapám, aki talán 10 éve már, hogy felvetette egy új, a legek kategóriájába tartozó tűzihormányüzem építését, ami a legnagyobb, a legmodernebb és a leginkább környezetbarát. És nem csak felvetette, hanem a gondolatot tett is követte. A lehetséges közép-magyarországi telephelyek közül végül is Ócsára esett a választás, és valóban, mint ahogy azt édesapám is mondta, nem utolsó sorban azért, mert az önkormányzat vezetőinek, polgármesterinek, képviselőtestületének nagyon kedvező, pozitív volt a hozzáállása a beruházás iránt. Remélem, eddig jó kapcsolatunk is töretlen marad, és hosszú időn át fogjuk kölcsönös előnyök mentén segíteni egymást. Köszönjük! Természetesen, mint tulajdonosok, szerettünk volna gyorsan építkezni, gyorsan üzemet avatni. Azonban megállt parancsoltak a szigorú környezetvédelmi előírások, a szigorú környezetvédelmi és egyéb hatóságok. Azonban megjegyzem, hogy a magunk részéről nem kifogásoljuk a szigorú környezetvédelmi előírásokat, hiszen az nem volt kétséges, hogy a Nagyév cím Kft. Legmodernebb, leginkább a technika követelményeinek megfelelő tűzi organizó üzeme ezeknek a követelményeknek meg fog tudni felelni. Így az engedély kiadásának nem volt, és nem lehetett akadálya. Dr. Lukovics Tamás, a ProRegio Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezető igazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy az Ócsán megvalósult beruházás része annak a kormányprogramnak, amely Magyarország versenyképességének javítására irányul, és a célja 10 év alatt 1 millió új munkahely teremtése. Amikor ezt a mindennapok munkájára kell lefordítani, akkor nem nagy dolgok, nagy csodákra kell várni, hanem ilyen nagyszerű projektek, 100-200 munkahelyet teremtő projekteknek a sorozatára 100-es ezrejéről van szó, még persze csodák önmagunkban, de amire szükség van, és azt hiszem, hogy ez a politikusok mellett már szakembereknek is teljesen világosá vált az elmúlt egy év során, az amire szükség van, egyfajta Münchhausen-i fordulat, amikor a saját üstökünknél fogva ragadjuk ki magunkat a slamasztikából. Miért mondom ezeket? Higgyék el, hogy az elmúlt években túl sok olyan pályázatot, törekvést, pályázati ambíciót láttam, amikor különféle szakemberek, vállalkozók szeretnek volna pénzt olyanra elnyerni, hogy ők tanulmányt írjanak már, hogy másnak mit kéne csinálni. Egyelőre még mindig túl kevés az olyan értéket teremtő projekt, amikor valaki, mint ez a nagyszerű család, hihetetlen üzleti érzékeli szorgalommal létrehoz munkahelyeket, és az ország legnagyobb gyártófázisát ebben a témában, ezen a területen ilyen kapacitással magyar vállalkozók, magyar munkahelyeket teremtenek. Elhangzott már, azért még egyszer elmondom, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében az uniós struktúrális alapjaiból 320 millió forintos támogatásban részesült, illetve részesült a projekt, melynek összértéke 1 milliárd 66 millió forint. Kiemelném még a példaszerű együttműködés Ócsaváros önkormányzatával, mert ez nem az én tisztem lenne, de azért példaértékű az, hogy a beruházó, a gyár és a város ilyen szoros együttműködésben van egymással, nem csak a mindennapi élet, hanem a fejlesztések vonatkozásában is. Nagy Antal János tulajdonos az ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek saját tapasztalatai és a partnerek igényei alapján felmerült valamennyi elképzelés megvalósult az ócsai üzemben. Nem állunk meg a fejlesztésekkel, már megjelentünk Romániában, Belgiumban és Luxemburgban, és keressük a további lehetőségeket, hogy fel tudjunk zárkózni az európai piacon,
a legjelentősebb német vállalkozások mellé, tette hozzá. Számomra rendkívül érdekes az, hogy egy családi vállalkozás, amelyik úgy gondolja, hogy érdemes Magyarországon befektetni, pont egy ilyen időszakban, amikor gazdasági válság dúl, mégis úgy gondolja, hogy előre menekül és fejleszt. Miért Magyarország a cél? Magyar vagyok, ezért. És azért csináljuk ezt a beruházást most itt ezen a részen, és azért most ebben az időszakban, mert ugye a nagyok azt mondják, a nagy közgazdászok, akkor kell beruházni, mikor válság van. Akkor lehet olcsóbban megépíteni valamit, és akkor lehet rövid idő alatt. Tehát mi ezt a részét használtuk ki ennek a gazdasági válságnak, amiből mi a hátrányból előnyt kovácsoltunk, hogy pont a gazdasági válság legvégén fogtunk neki, és tudjuk, hogy kilábalás van, kilábalás lesz. Örökké nem tarthat a válság, előre kell menni mindenkinek, nem csak nekünk. És most a gazdasági válság végén, amikor az üzem felfejlődik, tudjuk, hogy nekünk itt komoly szerepünk lesz ebben a térségben. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 20 évvel ezelőtt igazából fogalmazódott meg a gondolat, hogyan sikerült egy családot összetartani, hogyan sikerült a gyerekeit arra nevelni, hogy a családi vállalkozásban találják meg ők is a jövőt. Példamutatásra. A gyerekeim már még abban születtek, hogy én már vállalkozó vagyok szinte. Mert még amikor dolgoztam is cégnél, már ilyen vállalkozásokban gondolkodtam. És a gyerekeim abban nőttek fel, hogy állandóan, akár még a vasárnap az asztalnál is az üzletről volt szó. Tehát megtanulták már gyerekkorukban, nem az egyetemen tanulták meg. A család asztalnál tanulták meg, hogy vállalkozónak kell lenni, vállalkozóvá kell válni, és vállalkozóként kell élni. Tehát nekik már az összes sejtjeikben benne van. Már az unokáim is ezt hisszák, hogy vállalkozó család vagyunk. Számomra ez egy picit olyan, mint Spanyolországban például, ahol dinasztiákat sikerül kinevelni, hogy amit elkezd a családfő, azt adja tovább, és erre nagyon nincs példa Magyarországon. Honnét érezte azt az erőt, hogy ebbe az irányba kell mennie? Nekem az őseim is vállalkozók voltak. A nagyapám kőmesmester volt, egy nagyon jó nevű kőmesmester Hajdúböszörményben, édesapám is vállalkozóként élt, és én már tőle tanultam a vállalkozást. Ő egy kis vállalkozó volt, egy egyszerű dalálós mester. És én a gyerekkorom óta megszerettem a vasat, és mindig tudtam, hogy én előbb-utóbb a saját üzemembe fogok dolgozni. És ezért volt nekem könnyebb, mert már a gyerekkoromtól kezdve, a feleségem mindig azt mondta, hogy nagyon szerencsés ember vagy, mert azt csinálhatod, ami a hobbid, a szakmádat, és mert a szakmád a hobbid. És ezért volt könnyebb, mert hobbi szinten az álmomat tudom megvalósítani. Azért az álom megvalósításához most már egyre több embert von be, tehát egyre több emberrel dolgoznak. Akkor, amikor most már nem csak egy kis vállalkozásról, hanem nagy vállalkozásról beszélünk vezetőként, mi a célja? Hogyan szeretni megfogni az embereket, hogy ugyanúgy gondolják az eredményességet, mint ahogy ön? Mindig őszintének kell lenni az emberekkel szembe, mindig az igazat kell mondani, és amit megígérek, azt be is kell tartani. És ezzel lehet az embereket legjobban ösztönözni, hogy tudják, hogy amit elvállaltunk, azt meg kell csinálni, és tudják, hogy azért mindig meg is fogják kapni az ő bérüket. Ez egy nagyon fontos, a dolgozókkal kapcsolatban az őszinteség, és a nehézséget is jobban el tudják fogadni az emberek, hogyha tudják, hogy most ugyan nehezebb, de ebből ki fogunk lábalni, és majd mindenkinek jobb lesz. Nagyon fontos, hogy én a cégeimet, mint egy ilyen, hiába van már 6 cégem, de mégis sikerült megtartani ezt az ilyen családcentrikus vezetési stílust. Nem felülről beszélünk az emberekkel, hanem együtt gondolkodunk, és együtt dolgozunk velük. Én ebben látom a sikert. Azon kívül, hogy megpróbálja az embereket megnyerni, azért rá kell érezni a piaci igényekre. Hiába van önnek jó ötlete, de meg kell találni azokat a csatornákat, ahol ezt értékesíteni is lehet. Hogyan tud piacot teremteni? Hogyan tud terjeszkedni? Azért épült meg az üzem, mert tudtuk, hogy a kis tiszecsegei üzemünkben már vannak olyan alkatrészek, amit nem tudunk lehorgonyozni. Ezért építettük ezt a nagyon nagyot, hogy a vevőinket minél jobban ki tudjuk szolgálni. Egy nagyobb horgonyozóba, jobb minőségben tudunk nagyobb szerkezeteket lehorgonyozni, és ezáltal tudjuk a vevőinket jobban kiszolgálni, és egyre jobban magunkhoz kötni, magunkhoz csábítani. És ki kell szolgálni őt. Ez a legfontosabb, hogy állandóan érezze a vevő, hogy érte vagyunk, és nem azért, hogy őt mondjuk kihasználjuk, hanem azért, hogy neki szolgálatot végezzünk, szolgálatot tehessünk. A szolgálat a lényeg.
Mi ez a piaci szegmens, amit megcéloznak? Elsősorban a magyar építőiparnak az acélszerkezet gyártó piaca, ez az első. A másik a magyarországi utcabútoripar, amiben beleértem a kandellábereket, a padokat, a buszmegállókat, mindent, ami az utcán van, az utcán megtalálható, és kint van az időjárás, annak ki van téve az év minden szakába, ezért korróziállóvá kell tenni. És ezt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon ne csak mi akarjuk ezt, hanem már a tervezők, a tervezőasztalnál úgy gondolkozzanak, hogy igenis tűzorganizat szerkezetet tervezek, és meg akarjuk tanítani, meg akarjuk győzni őket, hogy mennyivel jobb egy tűzorganizat szerkezet, mint egy festett, mert a tűzorganizat felületvédelem az a szerkezet belsejében is el tudja látni magát az acélt felületvédelemmel, még a festés azt csak kívülről lehet rákenni. A megnyitón elhangzott, hogy azért nem volt túl egyszerű ennek a gyárnak az indítása, számtalan nehézséget kellett leküzdeni, ma hogyan emlékszik vissza ezekre? Hát tudom, hogy megcsináltuk, végigcsináltuk. Nagyon sajnálatos dolog, hogy itt tulajdonképpen Pest megyében több helyen próbálkoztunk, és hát megmondom őszintén, voltak a sárga irigyek és a méregzöld, sárga irigy civil szervezet, méregzöld civil szervezet, mindent elkövettek, hogy megakadályozzák. Egyedül Ócsa volt az Ócsa város önkormányzata, aki a 2004-es, ez nagyon régen volt ez, 2004 utolsó képviselőtestületi ülésén egyhangulag megszavazta, hogy ezen a területen én ezt az üzemet megépítettem, és minden támogatást megadnak. Sajnálatos módon azért közben lett egy kis probléma, az engedélyünket megtámadták, de végül is megvan az visszatudtuk az engedélyünket szerezni, és meg tudtuk az üzemet építeni. Egyet biztosan állíthatok, hogy környezetvédelmi szempontból ez világszínvonalon működik, amit a tudomány állása szerint egy környezetvédelmi beruházásba be lehet tenni, mindent bedettünk, és jóval a környezetvédelmi értékek alatt működik az üzem. Ugye nagyon fontosak a különböző szabályoknak a betartásai, de az emberek, ha a saját oldalukról nézik, sokkal fontosabb az, hogy munkát kapjanak. Ma az itt induló cég hány embernek tud munkát adni? Jelenleg 70 főnek tudunk az első körön munkát adni, mert ezt az üzemet fel kell futtatni, még csak egy műszakban tudunk dolgozni. Az első körön 70 főt tudunk foglalkoztatni, de a célunk, hogy felfejlesszük üzemet 140 főre, ezt vállaltuk is, és hát természetesen szeretnénk sokkal több embert foglalkoztatni majd később. Az üzem rendkívül jó helyen van, hiszen közel van az M5-ös autópálya, így sokkal közelebb meg tudják közelíteni a különböző célpontokat. Ezen kívül miért ebben a területben gondolkodtak? Tehát miért pont Pest megye? Pontosan ezért, mert a legjobban megközelíthető. Semmi más nem vezérelt bennünket. Tudni kell, azért Pest megye, mert Magyarország lakosságának 30%-a Pest megyében lakik. A Budapestet is beleszámítjuk. Tehát ez egy, úgy mondjam, nagyon központi helyen levő terület, ahol bizony nagyon sok vevőnk van. És nagyon sok vevőnk mondta, hogy ő nem jön le Tiszacsegére. Ezért, ha nem jött le vevő Tiszacsegére, akkor mi eljöttünk elébük. És szeretettel várjuk őket ide. Továbbra is azt fogalmazódik meg bennem, akkor a piac elé megy, az igények elé megy mindig? Mindig a vevő elé megyek. Mindig a vevő igényét kell kielégíteni. És ezért jöttünk ide, hogy a vevő igényeiket ki tudjuk elégíteni. A vevőknek ez volt a kívánsága, hogy legyünk közelebb hozzájuk, közelebb jöttünk. Tudni kell azt, hogy Magyarország ez egy ilyen Budapest-centrikus terület. Ezt tudomásul kell venni. Ez ellen harcolni nem tudunk, hanem mi is ehhez igazodva úgy gondoltuk, hogy ide jövünk, és itt építjük meg az üzemünket, és itt szolgáljuk a vevőinket. Tudni kell, hogy a legjobb helyen van Magyarországon ez a hely, ahol most vagyunk, piaci és közlekedési szempontból. A logisztikai szempontból ettől jobbat én Magyarországon nem tudtam találni. Büszke a gyerekeire, akik segítették ennek a vállalatnak az indítását? Nagyon büszke vagyok rájuk, mert vállalkozók és nagyon sikeres emberek. A tűzihorgalizó üzem ünnepélyes átadásán egy fém kapszulát helyeztek el, amelybe azokat a dokumentumokat tették, amelyek hosszú évtizedek után is hűen tükrözik a gyáralapítás körülményeit. A nemzeti színű szalagot dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés elnöke mellett a cégcsoport tulajdonosai és vezetői vágták át. A nemzetközi cégek, amelyek a kivitelezésben vállaltak szerepet, Nagy Antal Jánosnak, a Nagév cégcsoport tulajdonosának jelképesen egy a Forma 1 bajnokainak járó kupát adták át. A serleg azt jelképezte, hogy a beruházás során olyan technológiai és környezetvédelmi eljárásokat használtak, amelyeket ma a világon a legkorszerűbbnek tartanak.